Nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, ismét itt vagyunk a kávéházban, ez a kávéházi rendezvú, ezúttal pedig vendégem Máté Péter, szekszárdi képviselő. Köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Hát, köszönöm a lehetőséget. Kezdjük az elején, az egésznek az elején. Te szekszárdi vagy eredetileg? Hol születtél, hol nőttél? Szekszárdi vagyok. 1962-ben születtem Szekszárdon, tehát szekszárdi vagyok. Egyébként Őcsényben nőttem föl, tehát szüleim Őcsényben laktunk, általános iskolát Őcsényben jártam, és akkor 8. osztályos koromban a Schneider Konrád egyszer eljött egy toborzásra, körbejárta a környező falvakat, kerékpárversenyzőket keresett, és akkor jelentkeztem én is, és utána hosszú időn keresztül 5 évet kerékpároztam a Konrádnak az egyesületében, a Szekszárd Spartakuszban. És akkor bejártál Szekszárdra mindig edzeni? Igen, ez egy érdekes dolog volt. Én bringával jártam Szekszárdra edzeni, és utána edzés után hazamentem bringával. Sőt, iskolába is, a Róza Ferenc szakközépiskolába jártam. Oda is bringával jártam iskolába, és utána edzés végén mentem haza bringával. Ez érdekes volt, a szekszárdi szeméttelep akkor még működött. Igen, és a homokbánya mellett. Igen, és voltak ott lakók, akik laktak, és állandó kutyák voltak, azok a kutyák szabadon, tehát mindig sprintelni kellett, mikor értem a szeméttelep, hogy a kutyák ne tudjanak megharapni, tehát ott mindig egy hatalmas tempót kellett menni, szerintem jót tett. Akkor te jól ismered a kerékpáros életet itt a környékben. Igen. Manapság is? Igen. Bringázgatok, tehát azt nem mondom, hogy nem vagyok már versenyző, tehát így 60 fölött az ember nem annyira alkalmas erre, de olyan 10-20 kilométereket szoktam bringázni, amikor időm engedi és kedvem van, egyébként kedvem sokszor van. Télen nem, egyértelmű, de ilyenkor bringázgatok. Versenyeztél is. Igen. Milyenek voltak a versenyek és hogyan sikerültek? Hát a versenyek az érdekes volt, én nem voltam egy kiemelkedően jó bringás. Volt olyan verseny, amelyiken kimondottan jól mentem. Például életem első Gemenci nagydíján 15 évesen mentem és végigmentem. Ez akkor most is nagy dolog lenne. Hány kilométer volt az? Hát ez úgy volt, hogy 3 napos volt, vagy akkor 2 napos volt még a verseny, de a hosszú nap az volt a lényeg, hogy 142 kilométer volt a hosszú nap, de 142 kilométert ezt végigmentem szintidőn belül, ez 15 évesen nem volt így dolog, viszonylag jól mentem, visszafelé szakadtam le a Tamási hegyen emelkedőn fölfelé. Ez nekem egy akkor nagy sikerélmény volt. Aztán utána volt egy viszonylag jó korosztályos eredményem, évzáró versenyen lettem 3., idénnyitó versenyen voltam 2., tehát ezek jónak számítottak, viszont volt egy csúnya balesetem Lovas Berénynél, egy idénnyitó versenyen eltört a kerékpárnak a villája nyakba, és hát gyakorlatilag pofára estem a vasúti átjáróba, az meg is látszik rajta a mai napig, itt van egy seva az orrom alatt, ez egy komoly törés volt az egész, akkor hosszú időn keresztül valahogy nem ment, egyszerűen nem találtam a helyen, de aztán bringázgattam, tehát gyakorlatilag a pálinkásokkal, Halász Laci, Liskapari, az ő árnyékukban volt nálunk, nagyon jó biciklisek voltak, de ezekkel együtt jártunk versenyre, és sok időt töltöttünk együtt. És aztán ide jöttél Szekszárdra középiskolába. Hát ez közben volt. Közben. A középiskola után elkezdtem dolgozni, akkor nem igazán találtam a helyem, voltam tűzoltókészülék, karbantartó, műtősegéd, akkor utána a söripari vállalatnál voltam gépkocsi vezető, közben fuvaros lettem, magánvállalkozó, és a magánvállalkozó idejébe vonultam meg katonának, az nem esett jól, tehát viszonylag későn vonultam be, akkor én már egy önálló Szekszárdon voltam katona szerencsére, de hát akkor is az egy törés volt már 20 évesen. De ajánlanám mindenkinek, hogy legalább fél évet legyenek katonák. Én úgy gondolom, hogy az javított rajtunk, és nagyon sokat számít az emberismeretbe egyáltalán, hogy hogy is állunk az élethez, és fegyelemre tanította az embert. Az első fél év az szerintem kellene mindenkinek. Ugye én közéleti tevékenységben igen aktív vagy, most már értem, hogy a biciklis téma, vagy a kerékpáros téma miért a szívügyed, nyilván azért, mert köt hozzá egy gyerekkori vagy fiatalkori emlék. A Gemenci irányba ugye a kerékpár utat is felkaroltad ennek az ügyét, vagy foglalkoztál vele, meg a városi kerékpár utakkal is. A közéletbe hogyan kerültél, hogyan csöppentél bele ebbe az egészbe? Igaziból majd, hogy nem úgy véletlen volt. 2006 előtt
volt egy időszak, amikor az egyik képviselőjelölt mégis visszalépett, és akkor a Horváth István fölkért, hogy vállaljam helyette. Ezt egy kis gondolkodás után megtettem, és vállaltam, és örülök neki, hogy vállaltam. Én ezt a közéleti tevékenységet szeretem végezni, nekem ez tetszik. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenbe hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a gyakorlati szemmel nézzük a világot. Tehát amikor nézzük a járdákat, az utakat, az árkokat, a vízelvezetőket, az első időszakban például itt egy méteres léccel néztük a vízelvezetőket, és az út szélén, amikor látjuk azt, hogy nem folyik el a víz, mert a víznyelő magasabban van, mint maga az úttest. Tehát ilyeneket nézegettünk, de hozzáteszem, hogy nagyon sok észszerű dologban szerintem a tanácsomat megfogadták. Akkor te egy racionális embernek tartod. Én úgy gondolom, igen. A képviselői tevékenységet ugye egy távolról szemlélve azt hiheti a néző, vagy a szavazópolgár, vagy az állampolgár, aki itt él a városban, hogy ez egy ilyen irodista tevékenységnek tűnhet akár, hogy most akkor ott előterjesztéseket írunk és olvasunk, és akkor kitaláljuk, hogy nem tudom, melyik utcán legyen új aszfalt. De most, hogy mondod, hogy méteres rúddal jártátok a várost, azért úgy fölötlik az emberben, hogy emögött azért van kilométer, van munka. Mi? Hogyan zajlik? Igaziból mi a te célod, irányod? Sajátomról tudok beszélni. Az én telefonom nem titkos. Tehát én telefonom mindig bekapcsolt, terminál kapcsolt állapotban van, és szinte, ha nem veszem föl, elfogy nem veszem föl éppen, mert nem tudom, vagy más csinálok, vagy olyan helyzetben vagyok, de mindenkit visszahívok. Tehát amikor tőlem valaki segítséget kér, segítséget, ez abból áll, hogy észszerű és megvalósítható. Ha nem észszerű, akkor azt is megmondom, hogy ezt nem lehet elvégezni, de szerintem nagyon sok embernek segítettem, aki bajba került és segítséget kért tőlem. Ez a 18 éves hosszú időszak. Ezt szerintem ők tudnák igazolni, nem tudom, hogy mikor ki volt az és hogyan, de nagyon sokszor van olyan, hogy bejelentést helyett, mert ugye be is jelenthetnék például, egy közvilágítási hibát be lehet jelenteni, bárki megteheti, de fölhívnak, vagy rám írnak messenger, most már ugye van a Facebook, van az e-mail címünk, nyilvános, rám írnak, és segítek nekik, válaszolok, és mindenkivel foglalkozok. Ez akár szombat, vasárnap is előfordul, és nem lehet azt mondani, hogy nem. Amikor elkezdted ezt a tevékenységet, amikor megválasztottak először képviselőnek, mit gondoltál, hogy milyen lesz ez a munka, és ahhoz képest milyen lett végül? Hát nem gondoltam, hogy ilyen lesz. Nem gondoltam, hogy ilyen lesz. Köszönöm. Itt nagyon sokszor kapok kritikát a családomtól, hogy nem tudok kikapcsolni ebből, és mindig bent van a fejembe, és mindig ezen jár az eszem, de ezt nem lehet kikapcsolni belőle. Tehát ez gyakorlatilag, én úgy gondolom, hogyha valaki ezt jól teszi a dolgát, akkor egy alázatos szolgálat, és ez 24 órás szolgálatot jelent, amivel mindig ezen törjük a fejünket, hogy mit, hogyan lehetne jobbá tenni, és ez, hogy nem lett jobb, ez nem mindig rajtunk múlik. Hát a körülményeken. Tehát most például, amikor van egy költségvetés egy városnak, abból nem tudunk mi több pénzt kiosztani, mint annyi van benne. Hát ez úgy működik, mint egy akár a családi költségvetés, ha úgy tetszik. Hát akár a családi költségvetés. Tehát ott is amennyi pénz van, azt kell beosztani, csak itt szigorúbbak a feltételek, itt nem lehet eltérni, itt közösségi döntés van, tehát van egy bizottsági döntés, egy közgyűlési döntés, itt ezeket nem lehet csak úgy áthágni. Az elmúlt csaknem két évtizedben szerinted hogyan változott meg a város? Mi az, ami pozitív, mi az, ami negatív? Igaziból én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon személyfüggő. Tehát, hogy hogyan is működik a város és ki a vezető. A Horváth István vezetése alatt 2014-től gyakorlatilag a pénztelenség időszakába is mentünk előre, és szépült a város, és nagyon, nagyon szépen épült. Majd jött az a 2014-től az az időszak, amire nem tudunk büszkék lenni, mert ott volt egy torpanás, és a vezetőn nagyon sok múlott, és hiába gondoljuk azt, hogy csak egy képviselőtestület tud működni, nem tud működni, itt van a bizonyíték. Tehát a 2019-ben megvolt a választási eredmény, ettől kezdve az éjjel-szexát került többségbe, és teljes egészében megtorpant a város. Mindenfélét ígértek, semmit nem valósítottak meg. Azzal kezdődött az egész, hogy följelentették a polgármestert, a cégvezetők, a sportközpont vezetését, tehát mindenhova belenyúltak.
a vagyonkezelő igazgatót kirúgták, idehozták a barátjukat, és ezek a dolgok ettől kezdve megtorpantották a várost, jött a Covid megint csak nem volt egy jó időszak, és utána következett a sajnálatos esemény, az átszerző polgármester állapota, egyre rosszabb volt az egészségügyi állapota, és ettől kezdve gyakorlatilag én azt mondom, hogy a város helybe járt. Úgyhogy azt szeretném, hogyha most sikerülne egy olyan választási eredményt elérnünk, ahol a polgármester és a testület együtt dolgozik, és együtt dolgozik a magyar kormánnyal, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségeink vannak arra, hogy Szekszárd várost a fejlődés útjára állítjuk. Épp ezért a szlogenünk, hogy mi Szekszárd jövőjét építjük, és ezt is szeretnénk tenni. És meggyőződésem, hogy egy jó polgármesterrel, egy jó képviselőtestülettel, aki összetart és a város érdekében dolgozik, ez menni fog és sikerülni fog. Tulajdonképpen a képviselőjelöltek között te vagy az, aki a legrégebb óta képviselőként tevékenykedik a városban. Látod reálisan a képet, több ciklust megéltél, más polgármesterekkel is dolgoztál együtt. Mi az, amire most számíthatunk? Milyen a csapat, akikkel odaálltok majd 9-én? Nagyon jó csapatot sikerült összeállítani a Berninger Attilának. Attilát régóta ismerjük, ugye ő még régebb óta van a polgármesteri hivatal állományában, mint ahogy én ide kerültem képviselőnek. Ő a Kocsis Imre Antal idejébe került ide, és gyakorlatilag mindenkivel dolgozott Attila. Attila sok mindent látott, tudott, ismeri az embereket, tudja a hivatal működését, hogy hogyan működik és mi kell hozzá. És nagyon jó a képviselőtestületünk is, itt a testület szerteágazó, tehát szinte minden szakterületről van képviseltetve a lakosság. Ez értjük alatt a Bali Ildikó főorvosnő, ő a fertőző osztályt vezeti nagyon régóta, Covid idején kiváló eredményei voltak, és nagyon, nagyon szépen helyt állt, és nagyon sok embernek az életét köszönhetjük neki. Akkor, ha egyenként megyünk végig, a Fusz György, ő a főiskoláról jött, egyébként szobrászművész professzor, tehát egy teljesen más irányból közelíti meg a világnézete, és teljesen más, mint ahogy mondjuk az enyém, de épp ezért kell összefognunk együtt, és több oldalról kell. Itt van a Janu Attiláné, ő egy hitoktató, nagyon kedves, szereti az embereket, nagyon szeretik a gyerekek, az én unokámat is tanítja egyébként, szereti. Akkor a Kollár Tamás, a Kolping iskola igazgató, kántor, ő teljesen egy másik részről nézi a világot, és így megyünk tovább mindenki egyenként, és teljesen jó a képviselő testület, hogyha ez sikerül, akkor egy szerteágazó információval rendelkező, ténylegesen a lakosságot képviselő testület tud összeülni egy jó polgármesterrel. Nagy lesz az a megmérettetés, azért az biztos. A családod hogyan áll ehhez a tevékenységhez? Nem, egyébként szeretik, de nem mindig örülnek neki, amikor éppen vasárnap ebéd közben is hív valaki, és fölveszem a telefont, hogy ne vegyem föl, de fölveszem. Tehát ezt fölveszem. Vannak olyan dolgok, amikor a családnak is ezt tolerálni kell. Említetted, hogy van unokád. Hány gyerek, hány unoka? Tehát úgy kezdődik, hogy van három lányom. A idősebb lányom, vagy nagy lányom 88-ban született, neki van három gyereke, kettő lánya és egy fia, itt laknak Szekszárdon, szekszárdi a férje. Következő 91-ben született, neki van kettő fia, legidősebb fiúnokám, és a kisebbik fiú, aki rám hasonlít teljes egészében, a Pali unokám, olyan, mint én voltam kisgyerekként, és ő férje Ceglédi, de Szekszárdra költöztek, és itt laknak Szekszárdon, együtt laknak egyébként egy lakótömbben. És van az örökbefogadott gyerekünk, az Ifi. Ő 2008-ban született, most a gimnáziumban jár. Egy nagyon aranyos gyerek, és nagyon szeretjük. Örökbefogadtátok őt. Miért döntöttetek akkor úgy, hogy az örökbefogadás lesz az út? Ez olyan volt, hogy meglátni, megszeretni, és igaziból megszerettük a kislányt. Itt született Szekszárdon, és oda került hozzánk megőrzésre, és ott is maradt. Úgyhogy tehát egészen akkor őt pici korától? Csecsemő korától, mai napig neveljük, szeretjük, bárhagyozza az életünket. Sokszor lehet őt látni a futópályán, nagyon jól fut szerintem. Hát igen, ő egy dobóatléta, egyébként a gimnáziumban jár, dobóatléta, diákolimpiára, nagyon szerethető, aranyos gyerek. Uszoda. Beszéljünk egy picit az uszodáról. Uszoda. Számtalan olyan problémás
dolog van, ami megoldásra vár Szekszárdon, ezek egyike az uszoda. Mi a helyzet ezzel? Itt történt most előrelépés. Igen, de egy kicsit visszavennék. 2018-os alapkőletétel után megkezdődött az építkezés. Majd ezen az építkezésen folyamatos viszályok voltak, nem is értettem, hogy miért van ez. Nem előre mutattunk, hanem valamilyen szinten nem mentek ezek a teljesítési igazolások, minőségi kifogás, egyebek voltak, és a kifizetések késtek. Ez 2018-tól volt, 2019-ben ebbe fürödni kellett volna, de sajnos nem. És 2019-ben megjött az ENS Szekszárd, és hát ők mint ezt is mindent máshogy szerettek volna. Volt egy uszoda bizottság, ahol az uszoda bizottság ülésén tagja voltam az uszoda bizottságnak én is, létrehoztak egy ilyen bizottságot, aki mindent eldönt. És ez már szóval 20-ban volt, ez 20 év elején volt, 20 év elején. A kivitelező polgármesteri tárgyaló volt, ült a hosszúasztal végén, és mindent, azaz mindent elfogadott, amit kértünk tőle. Mindent elfogadott, mindent azt mondta, jó, egy dolgot kért, hogy most azonnal döntsük, hogy mehet-e, kifizetjük-e a számláit és mehet a folytatás, mert hogyha ő ezt a brigádot, akit összeszedett erre az építkezésre elengedi, akkor nem tudja még egyszer összeszedni. Ez nagyon nehéz dolog, mert a jó munkásokat mindig elviszik máshol, mindenhol. Ha elmennek máshol, nem fognak ide visszajönni. És akkor az Anyák Rita nem tudta ezt elfogadni, mert még egy szakértő véleményt szeretett volna bekérni, mert ő nem tudott ennyiből dönteni, ezért borult az egész, és ez akkor a hátráltatás történt. Attól kezdve az egész uszoda építkezés folyamatosan valamiért csúszott. Jött a Lázó Zoltán, mint építész, támadta az egésznek a létét, hogy miért van, miért itt folyik be a víz, hogy folyik be a víz, rossz a terv, át kell tervezni, mások, mindenféle variációk voltak. Végül sikerült meggyőzni őket arról, hogy ezt az uszodát nem fogjuk tudni befejezni, és adjuk át a Magyar Államnak, és ezt az uszodát átadtuk a Magyar Államnak. Azt kezdeményeztem, hogy működtetést is, üzemeltetést is. Ez megtörtént, és most jutottunk el arra a szintre, hogy a Magyar Állam felülvizsgálta a terveket, megtörtént az egésznek a közbeszereztetése, megvan a kivitelező, most már tudjuk, hogy megvan a kivitelező, egy konzorcium, és ez a konzorcium hamarosan el fogja kezdeni a szodának a befejezését. És profi cégekről beszélünk, akiknek van referenciájuk, bizonyítottak, és meg tudják csinálni. Milyen mértékű most a készültsége az uszodának? Hát a készültség, amikor ezt visszaadtuk, akkor 61 vagy 65, tehát 60% fölötti volt a készültség, de ez a készültség ez jelenleg nem mérvadó, mert azóta változtak a szabványok, ezt az egészet áttervezték, és az energetikai minősítéseket is változtak. Tehát ettől kezdve a működtetés üzemeltetésének a feltételés mások lesznek, tehát ezekre valószínűleg többletpénzt kell költeni, úgyhogy a 60%-at szerintem most már nem 60%-ot, mert kevesebb ennél. Mikorra várható a befejezés? Tudod-e? Nem tudom. Én azt szeretném, hogyha ez ebbe az évbe befejeződne, hogyha elkezdik, de nem tudom, tehát nem vagyok vele képben, hogy mi a kiírás. De ugye ami a kiírás volt, ahhoz képest el lehet térni. Amikor én bent voltam ebben az épületben, többször voltunk bent, ez úgy néz ki, hogy megvannak a falak, megvannak a beton építmények. Nagyon sok helyen bent van a szakipar, tehát vannak bent ventilátorok, különféle csövek, szerelvények, amit nem tudjuk, hogy most az új szabványnak megfelel, átvették, nem vették, szivatjuk, tehát ez egy komoly technika. Viszont én úgy gondolom, attól kezdve, hogyha ez egy belső építészet, mert gyakorlatilag kívülről kész van, tehát kívülről látjuk, kész van. Tehát itt belső építés van, a belső építés viszont lehet végezni időjárása függetlenül mindig, tehát ez lehet esőbe, hóba, sárba, tehát én úgy gondolom, hogy ez hamarosan befejezhetik, de nem tudom pontosan. Én szeretném, hogyha következő évben, tehát 2025-re ezzel indulna, de nem tudom pontosan, hogy mikor fog. Van sikertörténet is, például a Szőlőhegyi óvoda. Igen. A Szőlőhegyi óvoda ugyanolyan sikertörténet, ráadásul azért sikertörténet, mert azon kívül, hogy 2017-ben ez is egy olyan időszakban történt a bezárás, amivel nem igazán értek egyet, miért kell bezárni addig, amíg a kivitelező nem volt kiválasztva a következőre, tehát nyugodtan maradhattak volna ott addig a gyerekek, de most ettől már nem tudjuk visszaforgatni az időkerekét. Viszont jelenleg a Szőlőhegyi óvoda kész van, a létező összes legkorszerűbb szabványnak megfelel, ahol a gyerekeknek megfelelő helyet tudunk biztosítani. Nekem nagyon tetszik, impozáns az épület is, és sikerült az óvoda vezetést olyan szinten
összehoznunk, ahol a vezetői megbízások most folyamatban vannak, ugye tudjuk, hogy volt egy felmentés, vagyis egy közös megegyezés távozás, és szeretnénk a szexuális óvodáit összevonni, hogy egy kézben legyenek, mert nem olyan sok ez az óvoda. A városi üzenetet is jóna. Ettől kezdve, ez már most a beiratkozásnál látszott, 41 gyereket irattak be a szeptemberi kezdésre, úgyhogy a szülegyi óvoda két csoportja feltöltve. Szuper! Ez szuper hír! Mi az, amit tervezel a jövőre nézve június 9-e utára? Amennyiben sikerülne megnyernünk a választást, és szeretném, hogy a választók ezt méltányolnák, mindenképp Szekszárd városnak a közterületeinek a fellendítését, ami nekünk nagyon sok, és főleg a választókerületre gondolok, 10-es választókerületnek rengeteg vízelfolyó van, vízelvezető, aminek a karbantartása, én úgy gondolom, hogy nem megfelelő, ezeket takarítani, tisztítani kellene. Ezek az árkok, ahova folynak a 56-os úton a túloldalára folynak, de nem folyik tovább, nem vezet el. Szerencsére nem volt nagyobb esőnk, de ez egy komoly veszélyt jelent. Van például olyan híd a Sárköz utca, Cinege utca kereszteződésbe, amit át kell alakítani, ezt már több éve javasoltam, hogy alakítsuk át azt a hidat, mert azon már átbukott, vagy nem bukott át a víz, hanem ott torlasz keletkezett, és elárasztotta a környező házakat, ezen kellene javítani. Azon kívül a egész választókerületben nagyon rossz minőségek, utak, járdák, ezeket fel kellene újítani, tehát mindenképp egy komfortosabb, élhetőbb Szekszárdot szeretnék elérni. Ez a cél. Van ez a Top Plus program, ami most benne vagyunk, a pályázatok beadásánál tervezési szinten vagyunk. Ebből remélünk sok pénzt, ebből sok pénzt remélünk, amit rá lehet költeni a városi utakra, a belterület utakra. Azon kívül én úgy gondolom, hogy lehetne talán olyan forrásokat, olyan pályázatokat, amivel a belterület útjainkat értem alatta, hogyha járunk Szekszárdon, vannak ezek a vápási vezetők mellett, ezek utaknak használjuk, mindegyik benőve, nagyon sok illegális hulladéklerakó van még mindig kint, amiket meg kellene szüntetni. Tehát egy szebb környezetet szeretnék. Szerte járva a városban, ugye találkozunk pozitív, negatív véleményekkel is, sokszor előfordul a fűnyírás kérdése, vagy a hulladéklerakó helyeknek a kérdése, hogy tele van, miért nem ürítették ki. Min múlik ez, hogy mikor vágják le a füvet, vagy hogy mikor ürítik a kukát, vagy hogy nem tudom, egy patka, hogyha ha valamilyen sérülés történik rajta, hogy ezt kivigyék. Ez mennyire tud a képviselőkön múlni? Hát én úgy gondolom, időbe észre kell venni. Ha vannak jelzések, azokkal foglalkozni kell. Például én folyamatosan nézem a Facebookot, és ott is, amit találok, arra reagálok, és ezt próbálom rögtön orvosolni, hogyha ezt lehet. Azon kívül én úgy gondolom, hogy össze kell hangolni a munkát jól. Tehát itt most például van ez az ötfelett karbantartó brigádunk, amit az Ajszka Terrához kiszervezett a Szekszárd város. Nekik is szükség van még erre, arra, ott egy új vezető van, aki nagyon agilisan, nagyon szépen teszi a dolgát. Viszont most jön rá, hogy milyen eszközre van még szükség, és türelmet kérek szexuális lakóktól, szerintem egy éven belül teljes egészében helyre fog állni. Jelenleg pont a fűnyírási problémák vannak, de szerencsére vagy sajnos annyira nő a fű, amit nem tudnak. Van olyan hely, ahol már kétszer kaszáltak, és még egy harmadikra is szükség lenne, és az ahol egyszer se jutottak el. De most ez folyamatban van, úgyhogy hamarosan körbeérnek, és kezdhetik előről. Tehát ez most így van, ez ilyen időszak, viszont bővíteni kell. A költségvetésből valószínűleg több pénzt kell erre az oldalra tenni, mivel nagyobbak lettek a felületek, több lett a feladat. Tehát például a Zöldvárossal egy munkaidőigényes területet alakítottunk ki, amivel még foglalkozni kell. Ez eddig nem volt ekkora. Most nem mindegy, hogy valahol elmegy egy fűnyírógép és lekaszálja a füvet, vagy egyébként növényeket kell gondozni. Az teljesen más munkát igényel, és többlet munkát igényel. Úgyhogy ez hamarosan reméljük megoldódik, és mindent tudnak csinálni. Szerintem a képviselőnek mindig észre kell venni és jelezni kell, hogyha valami van, és utána megfelelő döntéseket kell hozni együttesen. Erre kell a polgármesterrel együttműködve a képviselőtestületnek egyfelé húzni, és akkor simán lehet előre menni. Tehát akkor mindenképp lehet változtatni rajta, és racionális döntések kellnek. 10-es választókerület a tiéd, ahogy elmondtad, ott tevékenykedsz. Miért éppen ez? Hiszen a belvárosban élsz egyébként. Igen. Most a 10-es választókerület az a része Szekszárd városnak az összes választókerület közül, ahol elindulunk a Csatári toroktól, és attól kezdve kiszélesedik, és az Görög szóig tart. Ez egybefüggő városrész, ahol nagyon jól látványosan lehet
dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon jól föl lehet lendíteni, és szerintem szüksége van rá, tehát szüksége van rá. Sok olyan út van, amit úgy alakítottak ki rendszerváltáskor, hogy éppen csak átmeneti út volt, és nem lett utána véglegesítve. Mai napig ott van a Puttonyos utcában egy Murvás út van, nincs aszfaltozott út. Tehát ezeket mindet össze kell hangolni egységesen, és egy szép városrészt kialakítani. Szerintem fejlesztési lehetőség is van benne, amiket ki kellene használni. Azon kívül van egy ilyen gyerekkori kötődésem, mint említettem, én Őcsényben nőttem fel, és Őcsényi gyereknek vallom magam, tehát gyerekként mindig is ott voltam, és az Őcsényi szőlőhegy, az a Szekszárd szőlőhegy most, az Őcsényi szőlőhegy volt, és ott nekem most is laknak olyan gyerekkori pajtásaim, akikkel együtt nőttünk föl, és ott laknak a szüleik, a nagyszüleik tanyájába. Mm. És ez most Szőlőhegy utca. Tehát én úgy gondolom, hogy ehhez nekem kötődésem van, és egyébként meg olyan falusias az egész környezet, tehát nekem ez tetszik. Én ezt szerettem volna, hogyha ezen a részen lehetek képviselő, ezeket az embereket tudom képviselni, meg tudom őket érteni. A gondjaikat, hasonló gondokat én is átértem már, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekem fekszik, és szerintem nekik legjobban én tudok segíteni ebből a körből. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kitartást kívánok a tevékenységhez, a nézőknek a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk a következő alkalommal is. Köszönöm a lehetőséget újra.